Újraindul a Plátó program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésének célja, hogy a kis és középvállalkozások tréningekkel és szakmai tanácsokkal tudják támogatni és segíteni egymás munkáját. Határvadászokat képeznek. A 9. képzési ciklusban 29 határvadász jelölt kezdte meg tanulmányait Nyírbátorban. Éghajlatvédelmi világnap. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is kiemelt figyelmet kap egy nemrég indult klímastratégia, amellyel az éghajlatváltozásokra reagálnának. A nagy népszerűségre való tekintettel újraindul a Plátó program. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara 15 évvel ezelőtt indította útjára a Plátó programot flamand mintára, melynek célja, hogy a kis és középvállalkozások tréningekkel és szakmai tanácsokkal tudják támogatni és segíteni egymás munkáját. Az érdeklődő vállalkozás vezetők már most jelentkezhetnek a programba. Ismét várja megyei vállalkozások jelentkezését a Plátó programba a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. A programot 15 évvel ezelőtt indították útjára a flamand kormány támogatásával. Ennek keretében sikeres nagyvállalkozások vállalják, hogy a kamara által szervezett találkozókon tréningekkel és tanácsadással támogatják a kis és középvállalkozások üzleti tevékenységét. A program lényege az, hogy 20 fő kis- és középvállalkozói vezető vesz részt a programban, akiket támogat két nagy cégnek a képviselője. Ezek a csoportok havi rendszerességgel találkoznak, különböző eseményeket szervezünk számukra. Ez lehet akár egy üzemlátogatás, lehet egy továbbképzés, képzés, különböző tréningek, és ilyenkor kötetlen formában tapasztalatot cserélnek, kapcsolatokat építenek, és ez alatt még részévé válnak egy nemzetközi hálózatnak. És a programnak a nagyon fontos lényege az, hogy kötetlen formában találkoznak ezek a csoportok, tehát olyan problémákról is beszélgetnek a kis- és középvállalkozások, amiről egy formális eseményen, rendezvényen, konferencián nem biztos, hogy szót ejtenének. Ezeken a találkozókon a vállalatvezetők tapasztalatokat gyűjthetnek egymás sikereiről és nehézségeiről, hogy később ezeket tudják kamatoztatni. A programba való jelentkezésnek van néhány kritériuma is. Mindenképpen az a lényeg, hogy az adatok, a gazdasági mutatók növekedő tendenciát mutassanak. Általában azoknál a vállalkozásoknál vált be a program, akik már egy bizonyos gazdasági fejlettségi szintet elértek, és a foglalkoztatottak száma a 250 fő közötti. A tevékenységi körben nem teszünk különbséget, tehát bármilyen tevékenységi körrel lehet jelentkezni. Nagyon jó az, hogyha vegyes csoportok alakulnak ki, tehát sokféle tevékenységi kört ölel fel a résztvevőknek a miensége, és mindenképpen az a jó, hogyha a vállalkozás nyitott erre a programba. Hangsúlyozni szoktuk, hogy ezzel a programmal nem pénzt adunk a vállalkozóknak, hanem egy lehetőséget. Ez a lehetőség, ez kidomborodhat akár egy üzleti partnerségé is, és mindenképpen a gazdaságosságnak az előnyére válik. A kamara honlapján minden részletes információt megtalálnak az érdeklődők a Plátó programról. A következő csoport indítását már meghirdették, amelyre e-mailben, telefonon és személyesen is lehet jelentkezni november 5-éig. A csoportos tevékenységek várhatóan november végén indulnak. Új határvadász képzés indult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság nyírbátori létesítményében. A 9. képzési ciklusban 29 határvadász jelölt kezdte meg tanulmányait, akik sikeres vizsga esetén a készenléti rendőrség hivatásos állományú tagjaként folytathatják szolgálatukat. Szánakasztó, ütőszeg, helyretoló rugó és még számtalan alkatrész együttese alkotja a P9RC típusú, a rendvédelmi szerveknél rendszerbe állított szolgálati pisztoly részeit. Ilyen és még ennél bonyolultabb fegyverek ismeretét és használatát is elsajátítják azok a tanulók, akik jelentkeztek és a felvételi eljárás során megfeleltek az októberben indult 9. határvadászprogramban. A most jelenleg állás szerint képzésben lévő leendő kollégáinknak egy fizikai alkalmassági megfelelés, egészségügyi alkalmassági megfelelés, valamint egy pszichológiai alkalmassági vizsgáton kellett túlesniük, ezt követően pedig egy úgynevezett speciális ellenőrzés, amely nálunk a rendvédelmi szerveknél jellemző, ez pedig a kifogástalan életvitel ellenőrzése. Ha ezen mindegyiken eredményesen túl lettek, akkor kerülhettek egyáltalán be a képzésbe, ahol most tartanak.
közlekedésrendészeti óra a kiképzőbázis udvarán. A 6 hónapos kiképzés során a leendő határvadászok elsajátítják a rendőri karjelzéseket is, és a forgalomirányításhoz szükséges ismereteket. Ahogy a felvételi eljárás során, így a képzés ideje alatt is nagy hangsúlyt fektetnek a fizikai állóképességre. A rendszeres testnevelés órák mellett a tanulók részt vesznek önvédelmi oktatáson is. Ez egy a Magyarország déli határszakaszán kialakult migrációs válság következményeként a rendőrség 3000 fővel történő bővítésének a kiszolgálását célozza. A képzésbe bevont kollégák a rendészeti szakgimnázium, a Miskolci rendészeti szakgimnáziumnak a kijelzett képzésén vesznek részt itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendőrfőkapitányságnak a képzési központjában. Itt az általános katonai ismereteken, a rendészeti ismereteken túl fegyverzett technikai ismereteket, alakifogásokat tanulnak, illetve azokat az általános rendőri alapismereteket, amelyek a őr-járőrtárs képzés keretein belül később a szolgálati feladataik ellátásához egyértelműen szükségesek. Mivel az állomány még nem ért el a 3000 főt, a toborzás folyamatos, így aki ambíciót érez a rendőri pálya iránt, folyamatosan jelentkezhet a határvadász képzésre. A jelentkezést megteheti a rendőrség honlapján, illetve a kapitányságokon erre a célra kinevezett toborzó tiszteknél. Barabás és Tiszaadony között fogtak el a rendőrök október 22-én éjfél után pár perccel 4 határsértőt, akik a rendelkezésre álló adatok szerint illegálisan léptek be Magyarország területére. A magukat vietnámi állampolgárnak valló külföldiek az intézkedés alkalmával sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A rendőrök az elfogott illegális migránsokat idegenrendészeti eljárás lefolytatása érdekében a barabási határrendészeti kirendelésre előállították, majd meghallgatásukat követően átadták az ukrán határőrizeti szervek munkatársainak. 2008-ban egy kaliforniai író és környezetvédő kezdeményezésére jött létre az Éghajlatvédelmi Világnap október 24-én. Az elmúlt közel 10 évben 188 ország csatlakozott a mozgalomhoz, köztük hazánk is. Ezért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelt figyelmet kap egy nemrég indult klímastratégia, amellyel az éghajlatváltozásokra reagálnának. Közel 10 éve már, hogy október 24-e Éghajlatvédelmi Világnap lett. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az energiaforrások mértéktelen használata, a közlekedési járművek és az ipari tevékenységek által kibocsátott széndioxid mennyiség veszélyeire. A biztonságos határérték 350 ppm, vagyis milliomod rész, jelenleg ez az érték közel 450 ppm, ami már veszélyezteti létünket. Ez idézi elő a jelenleg tapasztalt éghajlatváltozásokat is. A klímaváltozás nem egy tudósi elképzelés, hanem mindennapi valóság, és ez sajnos egyre inkább a gazdák, a családok, a helyi közösségek a saját bőrükön érzik, eltűnnek az évszakok, nagyon nagyok az időjárási szélsőségek, és a stratégiai célja is már azt jelenti, hogy alkalmazkodás a klímaváltozáshoz, nem pedig az, hogy akadályozzuk meg a klímaváltozást. Az észak-alföldi régió Magyarországon ma az éghajlatváltozás hatásainak leginkább kitett terület. A következő évtizedben több mint 2 Celsius fokkal nőhet az átlag hőmérséklet a térségben. Ez mind a gazdaságban, mind az egészségügyben, mind pedig a mindennapi életünkben jelentős változásokat okozhat. Arra kell megoldásokat találni, hogy ezekhez a változásokhoz megfelelően tudjunk alkalmazkodni, és a továbbiakban felmerülő kihívásokra minél gyorsabban és hatékonyabban lehessen reagálni. Ez magába foglalja az öntözési technológiák korszerűsítését, az épületek szigetelését és a megújuló energiaforrások széleskörű használatát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ennek a klímastratégiának egy kiemelt területe. Leginkább a délnyírséget tudnám kiemelni, amely a mai Magyarország területének a legcsapadék hiányosabb területe. Ezzel foglalkozott a megyei önkormányzat 2 évvel ezelőtt is, és tovább visszük ezt a problémát, illetve ezt a megoldásra váró feladatot az Agrárkamarával közösen, illetve a szomszédos megyével közösen, hogy olyan vízügyi beruházásokat kell megvalósítani a közeljövőben, a következő években, amelyek a párolgás révén csökkentik az időjárási szélsőségeket. Ezen a területen, amellett, hogy a legcsapadék hiányosabb, a legnagyobb a időjárási szélsőségek, mondjuk jégesők előfordulási gyakorlata is, gyakorisága is, és ilyen módon a gyümölcstermesztés az komoly hiányokat szenvedhet.
Nem csak az agrárszektorban érzékelteti hatását már most a klímaváltozás, hanem az emberi egészség szempontjából is kedvezőtlen következményei vannak. Egyre több az allergiás beteg, emelkedik a vegetatív idegrendszer terhelése, valamint állat és növényfajok is kipusztulhatnak. Két személygépkocsi ütközött össze hétfő reggel Nyíregyházán a Kossuth és a Sarkantyú utcák kereszteződésében. Az ütközés következtében az egyik jármű megpördült és kidöntött egy jelzőtáblát, míg a másik gépkocsi ugyancsak mozgásképtelenné vált. A balesetben hárman sérültek meg. Elvesztette uralmát a jármű felett, majd áttért a szemközti oldalra, és az ott szabályosan közlekedő autónak ütközött egy személygépkocsi hétfő délelőtt Nyíregyházán. A balesetet okozó sofőr valószínűleg rosszul lett vezetés közben. A férfit a mentők kórházba szállították. A Fradival csapott össze a Kisvárda, a magyar kupában a legjobb 32 közé jutás volt a cél. Győzelem az újonc ellen, az élvonal újoncát, a Vasast fogadta hazai pályán a Kisvárda, a női kézilabda NB1 ötödik fordulójában. A Magyar Kupa 7. fordulójában csapott össze a Kisvárda a Ferencvárossal, saját bajnokságában mindkét gárda a második helyet foglalja el. A Ferencváros az élvonalban a Videótont üldözi, a másodosztályban a Kisvárda az MTK nyomában lohol. A tét a legjobb 32 közé jutás volt. Jó mérkőzése van, kilátás, és hát reméljük, hogy a játékosok is partnerek lesznek ebben, és mindenki jól fog ma szórakozni. Na de akkor lássuk a kezdőcsapatokat a ferencvárosi oldalon. Azért abból a szempontból mindenképpen van meglepetés, hogyha jól megnézzük ezt a kezdőcsapatot. A 10 mezőnyjátékos közül legalább 8-ra az mondható, hogy valamilyen formában játszott már védekező szellemű felfogásban a pályán. Még Lovrencsis Gergő is ide sorolható, aki többször is ugye jobb hátvéd volt már az elmúlt szezonban, és idén is, de talán idén már azért több támadó feladatot kap. Nincs ez másképp most sem, de egy kicsit ez defenzív Ferencvárosnak néz ki a mai mérkőzésen, hogy ez a gyakorlatban hogy fog kinézni, arra majd hamarosan választ kapunk, de meglepő egyelőre minimum Tomás Dol húzása. És itt van a Kisvárda kezdő csapata a képen. A kisvárdaiak is azért valószínűleg a széleket igyekeznek majd leginkább lezárni, hiszen azért Lovrencsics Gergő például a hétvégén is bizonyította a túloldalon, hogy a szélről igencsak aktív és veszélyes, hiszen ő adta a gólpassz Böde Dánielnek az Újpest elleni derbét. Úgyhogy készülnek erre a hazaiak, Hely és Bogdán lesz majd a két szélén az, akiknek majd figyelnie kell a Ferencváros szélső indításaira, és két csatárral támadnak majd a hazaiak. Lukács és Horváth is ott van a kezdőben. Természetesen zöld mezben a Ferencváros, mi másban és fehér-pirosban fog majd pályára lépni a Kisvárda, és hamarosan el is kezdődhet majd a mérkőzés, amint arra a játékvezető is engedélyt ad, de erre most már nem kell sokat várni. Na és akkor lássuk, hogy ki fogja elrúgni ezt a szabadrugást. Ott van Spirovski, ott van Leandro és Terberg is. Leandro lövi el mellé! Nem volt ez egy rossz szabadrugás. Feltétlenül nagyon rossz gondolat ez, bár mire kimondom a mondatot, addig jön egy ívelés, de ez pontosnak bizonyul. Misic, jó a beadás, ott a fés, kapufa! És aztán szöglet a vége. Gyertek! Lukács el tudja vinni Batik mellett, jön a bal kezénél Délceg is, meg is kapja Délceg, ott az újabb gól, ez egy Dibusz! Blazics Kundrák felé, Bári fejeli el, aztán Melnyik rúgja ki, Lukács pedig lecsap rá, Lukács el tudja elvinni Batik mellett, el bizony Lukács, Batik rángatja és aztán ellövi Lukács, Dibusz vér. A szabálytalanság ténye az azért ott megvolt, tényleg csak azon múlott, hogy Horváth nem esett el már hamarabb, jóval már amikor ez elkezdődött. Hát csak a lövés közben esett el estében, aztán viszont ott lehet fejelni, és még mindig ott marad a labda, Horváth forgolódik, elesik, és 11-es! Ezt most befújja a játékvezető. És aztán azt nézem, hogy mi lesz még a következménye, sárga lapot Igbának. Eléggé lassított felvétel módjára érkezett oda
Motikba kenethez Németh Ádám játékvezető, de felmutatja neki a sárga lapot. Büntetőhöz jut tehát a hazai csapat. Itt Horváth forgolódik, és ott volt a keze Otikbának. Rángatta vissza, és ezt kiszúrta a játékvezető. Tegyük hozzá, hogy Horvátnak is hátul volt a keze, és el akart esni, de ez már mindegy. Horváth belövi! Vezet a Kisvárda már az első fél időben, és hogyha azt nézzük, hogy ki alakított ki nagyobb helyzeteket, és ki állt sokkal közelebb a gólhoz eddig, akkor azt kell mondani, hogy teljesen megérdemelt a hazaiak vezetése. Pedroso. Leandro. A hazaiaknál pedig nincs változtatás, és talán ez érthető is. Az történt a pályán eddig, amit Kondás elevér eltervezett, de ez most gyorsan változhat. Mutari mehet, Mutari, és Molnár Farkas. Ezúttal Misics lövi rá, Dibusz! Nagy védés! Ő érkezik majd, Mutari tovább tudja vinni a labdát. Mutari még mindig, hiába üldözték ott többen is. Pénzél. Jön vissza Ilicsi is, Péncél át a túloldalra, Böde, és még a gólvonalról sikerült kirúgni a Riuskónak. Délceg, Lukásznak a passz, Lukász, ott marad előtte még a labda, Gosztonyi kérnél, az egy remek kiugratás, hely, Dibusz! Az élvonal újoncát, a Vasast fogadta hazai pályán a Kisvárda a női kézilabda NB1 ötödik fordulójában. Bár a Kisvárda nem kezdte jól a mérkőzést, végül csak felül kerekedett ellenfelén és 30-21-es győzelmet aratott. A Vasas eddig három meccséből mind a hármat elveszítette az NB1-ben, még a Kisvárda két sikere mellett egy vereség állt, és mind a két győzelmet idegenben sikerült begyűjtenie Máté Fieszter lányainak. Legutóbb hazai pályán a Budaörs ellen léptek pályára a várdaiak, és meglepetésre vereséget szenvedtek. A meglepetés most is érett, legalábbis a mérkőzés elején úgy tűnt, hiszen a Vasas bátrabban játszott, ami az eredményben is meglátszott, hiszen a 10. percben 3-2-es vendégvezetést mutatott az eredményjelző. Aztán a folytatásban ment az adok-kapok a gólok tekintetében, a 22. percben pedig azért észbe kellett kapniuk a Kisvárda játékosainak a Vasas 7-6-os vezetésénél, hogyha nyerni szeretnének, akkor igenis komolyan kell venniük ellenfelüket. Az áttörést a hazaiaknál a kapuscsere hozta meg. Jekatyerina Dzsukeva ugyanis a félidő utolsó 8 percét kapott gól nélkül hozta le, még a mezőnyjátékosok találatokat is szereztek, így végül 10-7-es várdai vezetéssel fordultak a csapatok. A második játék részben aztán mind védekezésben, mind pedig támadásban feljavult a Kisvárda, a tavalyi gólkirálynő Triscsuk Krisztina megszerezte első akciógólját is. Akulova Triscsuk kanyarodik fel, és ha Triscsuk felkanyarodik, és ilyen zárás kap, akkor képes arra, hogy ekkora gólt is lőjön. De nem csak nála szakadt át a gólzsák, hanem az egész csapatnál, amely maga biztosan növelte előnyét a szinte folyamatosan emberhátrányban játszó Vasas ellen. Végül 9 gólos különbségnél állt meg a Kisvárda, amely második félidei magabiztos játékával végül megérdemelten nyert 30-21-re. Sajnálom ezt a mai mérkőzésnek az első fél idejét, nem így készültünk egész héten. Azt kértem a lányoktól, hogy vegyük komolyan ezt a mérkőzést, de azzal foglalkozunk, hogy a Vasas milyen helyet foglal el a tabellán. Sajnos ezt nem igazán sikerült megoldanunk. A mérkőzés egész folyamán rengeteg hibát vétettünk, nagyon sok technikai hibát, 13 zicsert hagytunk ki. A kapus teljesítmény sem volt ma nagyon kiemelkedő, úgyhogy saját magunknak nehezítettük meg a dolgunkat. A Vasasnál Kovács Péter úgy látta, sokáig partiban voltak a Kisvárdával. Én úgy gondolom, hogy a mérkőzés nagy részében jól játszottunk, és nagyon közel voltunk a Kisvárdához. Ugye mi tanulási fázisban vagyunk az NB1-be után, nekünk az NB1-be ilyen sztárcsapatok ellen is helyt kell állnunk és bizonyítani, és ahogy mondom, a mérkőzés nagy részében ez jól működött. Én nem szoktam ilyet mondani, de úgy gondolom, hogy a feltétek nem voltak egyenlőek. Sajnálom ezt a két leányt, két játékvezető lányt, aki biztos, hogy jó indulatú két rendes emberke, de úgy érzem, hogy a részünkre annyi hibát követett el, illetve annyi hátrányt hozott létre, amivel az a 9 gólos különbség végeredmény kialakulhat. A Kisvárda a következő fordulóban az eddig nyeretlen MTK otthonába látogat.
Az élő ranglista figyelő hétfőtől a 100. helyen jegyzi Fucsovics Mártont, aki karrierje során másodszor lehet tagja az ATP rangsor top 100-as mezőnyének. A nyíregyházi teniszező jelenleg a bázeli ATP 500-as tornáján szerepel, ahol a selejtezőben legyőzte a világranglistán 66. német Florian Mayert. A főtáblán az első fordulóban az amerikai Jared Donaldson ellen szerdán mutatkozik be majd Fucsovics Márton. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A nagy népszerűségre való tekintettel újraindul a Plátó program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara 15 évvel ezelőtt indította útjára a Plátó programot flamand mintára, melynek célja, hogy a kis- és középvállalkozások tréningekkel és szakmai tanácsokkal tudják támogatni és segíteni egymás munkáját. Az érdeklődő vállalkozás vezetők már most jelentkezhetnek a programba. Új határvadász képzés indult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság nyírbátori létesítményében. A 9. képzési ciklusban 29 határvadász jelölt kezdte meg tanulmányait, akik sikeres vizsga esetén a készenléti rendőrség hivatásos állományú tagjaként folytathatják szolgálatukat. 2008-ban egy kaliforniai író és környezetvédő kezdeményezésére jött létre az Éghajlatvédelmi Világnap október 24-én. Az elmúlt közel 10 évben 188 ország csatlakozott a mozgalomhoz, köztük hazánk is. Ezért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelt figyelmet kap egy nemrég indult klímastratégia, amellyel az éghajlatváltozásokra reagálnának. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 24-én kedden, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. A sok esőt hozó ciklon délkelet felé eltávolodik tőlünk, egyre inkább a nyugatról benyúló anticiklon határozza meg időjárásunkat. Szerdán napközben már egy gyenge meleg front súrolja a Kárpát-medencét észak felől. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Az északi szél eleinte még több felé megerősödik, majd mindenütt mérséklődik a légmozgás. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben fátyol felhős idő várható szűrt napsütéssel, majd délelőttől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Csapadéknak kicsi az esélye. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás. Csütörtökön a változó felhőzetből számottevő csapadék nem valószínű. Pénteken hideg front éri el a Kárpát-medencét, erős felhősödést és délutántól több helyütt esőt okozva. Szombaton a front mögött csökken a felhőzet, kevés helyen eshet. A hét utolsó napján újból hideg front alakítja térségünk időjárását. Beborul az ég, több felé elered az eső és feltámad a szél. A jövő hét első felében csökken a csapadék esélye. Eleinte kicsit melegszik, a hét végétől aztán ismét hűl a levegő.